Money's the motivation, money's the conversation. You on vacation, we getting paid, so olimpiai bajnok műsorvezetőnk Kókó nem véletlenül örvend nagy népszerűségnek, hiszen ő azon egykori élsportolók közé tartozik, akik a sportkarrier után nem ültek babérjaikon, hanem magukat képezve és az ismerettségeket kihasználva ügyesen találták fel magukat. Sokrétűsége pedig mindenképpen dicséretes, s van ott még ahonnan ez jött. Kókó jó néhány megvalósítandó álmod dédelget még a következő évekre, ennek következményeképp vissza is ült az iskolapadba. Nagyon nagy megtisztelő számomra, hogy ebbe a csapatba Balzsai Karcsi bácsi felügyelete alatt tanulhatom az edzői szakmát. Hozzátéve, hogy egyáltalán nem tervezem, hogy a közeljövőben edző leszek, vagy foglalkozni fogok majd a jövő reménységeivel, de furcsa újra átélni azokat a dolgokat, amit egyébként mondjuk gyakorlatból ismertem, vagy tudtam. Műsorvezetőnk tehát a TFN szerzett diplomája mellett begyűjt még egy képesítést, nem is olyan sokára boxedző lesz. Ám ez esetben kicsit könnyebb a dolga, mint annó a főiskolán, hiszen egyelőre úgy tűnik, tényleg mindent tud az ökölvívásról, legalábbis ami a technikai részét illeti. Ennek az élettani része, vagy a nem is annyira sportszakmai, hanem inkább talán a pszichológiai része, abban nem mélyedtem el szakmailag, vagy mondjuk háttéranyagban, hanem sportpályafutásom közben rám ragadt emlékekből állítottam össze magamnak egy képet, és biztos, hogy sok olyan újdonsággal fogok majd találkozni, amit mondjuk lehet, hogy tudtam, csak nem tudtam, hogy ez valóban megalapozottan a szakirodalom is így terjeszti, vagy így tanítja. Ám nem csak kollégánkba futottunk bele az edzőképzőben, hanem egy másik nagyra becsült ökölvívónk is tiszteletét tette a tanórákon. Balzsai Karcsiról már korábban kiderült, hogy Kokóval ellentétben ő edzőnek állt. Egy fitnessteremben oktatja ennek a népszerű küzdősportnak az alapjait mindazok számára, akik szívesen töltik az idejüket ezzel a mozgásformával. Aki 20 éves elmúlt és nem akar versenyezni, hanem fit akar maradni és erős akar lenni, illetve a boxot meg akarja tanulni, azoknak én nyugodtan, illetve bátor szívvel ajánlom az ökölvívást, és tanuljanak tőlem. Ám a sok éves tapasztalat ellenére talán még neki is lehet újat mondani box témakörben. Ezt mind tapasztaltam és mind átéltem. Egy picit most elméleti síkon azért ezt tudatosítani kell saját magamba, és megtanulni azt, hogy ezt hogy adjam át a gyerekeknek, mind bemutatásban, mind verbálisan. Karcsi pedig figyel és tanul, szorgalmasan Júliák módjára, az iskolába pedig minden alkalommal elkíséri édesapja is, annál is inkább, hiszen az ütős órákat az idősebb Balzsai tartja a fiúknak. Nagyban nem változott a mi úgymond szerepkörünk, csak mégis azért egy kicsit fókuszáltabban és koncentráltabban tud rám, illetve ránk figyelni. Karcsi bácsi az elmúlt 40 évben gyűjtött tapasztalatait kívánja átadni a nebulóknak, teszi ezt történetekkel fűszerezve, példákkal alátámasztva. Így igen speciális hangulatban zajlanak a képzések a KSG-ben. Borzasztó rossz hangulatban tart az egész, mindenki fúj a másikra. Tehát óriási, hát nyilvánok úgy, hogy a Kókó itt van, akkor egy-két sztori azért becsúszik, mindenkinek minden szituációról van egy-két jó története sztoria. Persze Kókóéknak nem csak a szájuk jár, hanem a kezük is. Így minden órára becsületesen felkészülnek annak ellenére, hogy a kisújjukban van az ökölvívás. És ez a profizmus még talán a büszke édesapát is meglepte. Nagyon jó érzés, és nagyon, nagyon érdekes, hogy olyan jó felkészült versenyzők, és olyan szépen és olyan választékosan adják elő a rájuk bízott feladatot, hogy öröm velük dolgozni. Az edzések tehát jó hangulatban, hasznosan telnek. A srácok célja pedig közös. Megmenteni a magyar ökölvívást, ami Kókó szerint óriási gondokkal küzd. Ez a misszió pedig csak kiváló edzőkkel teljesíthető, melyekből azért akad néhány az országban. A jelenleg generációból Dobrádi Zsolt, aki kiváló ökölvívó volt, Balzsai Karcsi, aki már edzősködik, és most tanulja még pluszban a szakmát, egykoron kiváló ökölvívó volt, vagy Erdei Zsoltról ne is beszélve, aki szintén már edzősködik. Ők azért a jövő, hát nyugodtan mondhatom, hogy biztosítékai ezen a téren, hiszen ők a szakmát a szorítóban is nagyon jól képviselték és megtanulták, és most az iskolapadban is felmértezik magukat azzal a tudással, hogy garantált, hogy lesz itt jó magyar ökölvívás.